Tisztelettel köszöntöm műsorunkban Veres Károly professzor emerituszt. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát a professzor úr neve szervesen összefonódik a magyar nyelvű felsőfokú filozófiai képzés kialakításával és fejlesztésével a Bábesbolyai Tudományegyetemen 1990 után. Tagozatfelelősként, illetve az Akadémiai Filozófiai Kutatóközpont és a Filozófiai Doktori Iskola igazgatójaként számos tankönyv, tanulmánykötet és szakkönyv szerzőjeként nagyban befolyásolta a képzés alakulását. Hathatósan foglalkozott a hermeneutikával, és ez egy olyan szemléletmód a filozófiában, erről olvastam, hogy ami a megismerésre, a megértésre alapszik, az ehhez szükséges nyitottságra. Egy picit mesélnél a professzor úr, hogy mit jelent ez a fajta szemlélet a filozófiában, milyen újat hozott ebben a gondolkodásban? Hans Georg Gadamer egy időskori interjújában, az Deutsche Zeitungban többek között azt mondta, hogy a hermeneutika az egy olyan szó, amelyet nem mindenki ismer, és nem is muszáj mindenki, hogy megismerje, attól nyugodtan leélheti az életét valaki, hogy nem találkozik vele. Viszont a hermeneutikai tapasztalás olyasmi, ami mindannyiunkat érint. Most ez pontosan jelzi azt, hogy ténylegesen mai értelemben mi a lényege a hermeneutikának. Hadd mondjam el, vagy fűzzem hozzá, hogy a hermeneutika egyszerre régi és új foglalatoskodás. Ugye régi abban az értelemben, hogy már az antikvitástól, de mindenképpen a kereszténység kezdeteitől a szövegeknek az értelmezése, a szent szövegek értelmezése és magyarázata az mindig is hermeneutikai tevékenységként történt. Ugye későbbiekben is a bibliai hermeneutika, meg még sok más területe ugye megvalósult a hermeneutikának, viszont új abban az értelemben, hogy filozófiává, ugye, filozófiai foglalatoskodássá, filozófiai hermeneutikaként vált a 20. század második felétől kezdve, tehát a kortárs, a jelenkori filozófiai tevékenységnek egyik nagyon fontos területe. Az emberi tapasztalat, ugye az emberi tapasztalatnak mindazok a területei, amelyek valamiképpen az értelmezéshez, megértéshez, alkalmazáshoz kapcsolódnak, ugye, az mind a hermeneutikának az illetékességi körébe tartozik. Itt általában van szó az emberi tapasztalatról, tapasztalat egészéről, tehát nem csak megismerő tapasztalásról, ahogy Anna a filozófiai hagyomány ezt szűkebben értelmezi, és itt beletartoznak a művészi tapasztalatok, a vallásos tapasztalatok, a politikai tapasztalatok, a mindennapi tapasztalatnak mindenféle vetülete, ahol tulajdonképpen a megértésnek a problémája körvonalazódik, felmerül az ember számára. Megértésen értve az értelem nézőpontjának, vagy az értelem szempontjának az érvényesítését a különféle tapasztalati jelenségek értelmezési terén, és alkalmazáson pedig azt értjük, hogy a megértés hermeneutikailag tekintve nem pusztán tárgyi tevékenység, nem valaminek a megértése, nem csak ezen van a hangsúly, hogy most mit, hogyan értünk meg, hanem azon van a hangsúly, hogy mi történik velünk, amikor a megértés történik. Tehát ezért megértés történésről beszélünk, olyan folyamatokról, amelyek pontosan ránk hatnak, akik részt veszünk a megértés folyamatában, és minden értelemben, ami képződik ugye, a megértés folyamatában, valamiképpen részesülünk, és
gyarapodunk, gazdagodunk ezáltal. Tehát, hogy változik a gondolkodásunk azáltal, hogy valami új dolgot megértettünk. Nem csak a gondolkodásunk, hanem a szemléletmódunk, a beállítódásunk, a magatartásunk, a cselekvési eljárásaink változnak, mivel hogy ugye, a megértési folyamatba mindig behozzuk a már meglévő tapasztalatainkat, ítéleteinket, előítéleteinket, és ezek mindig szembesülnek másoknak a véleményeivel, ítéleteivel, előítéleteivel, kölcsönösen alakítják, formálják egymást. Tehát konkrétan az történik, hogy egy hermeneutikai folyamatban ugye, mássá válunk, már nem azok leszünk, akik a folyamat végén, mint akik voltunk akkor, amikor belekerültünk, tehát résztvevőkké és részesülőkké válunk. Ehhez hozzátartozik egy másik aspektus, hogy érthetőbb legyen, a másságnak és a másiknak a kérdése. Tehát a hermeneutikának a központi problémája pontosan arra irányul, arra a különbségre, ami köztem és a másik között van, a különbségnek a tapasztalatára, beleértve az önmagamhoz való viszonyomban felmerülő különbségnek is a tapasztalatát. Ugye? Tehát másokkal együtt vagyunk, másokkal együtt veszünk részt a hermeneutikai folyamatban, és ez egy olyan közös értelemképzési és értelemképződési folyamat, amelyben, mint mondtam az előbb, mindig hatás összefüggésbe kerülnek mindazok a tapasztalatok, mindazok a képzetek, mindazok a gondolatok, ítéletek, előítéletek, amelyeket mi hozunk magunkkal, és maga a folyamat az egy dialogikus folyamat. Nem véletlenül maga az élő beszélgetés, az élő szabad beszélgetés az, ami igazából a közege, a terepe a hermeneutikai folyamatnak, de még akkor is, hogyha nem kimondottan empirikus értelemben beszélgetés történik, akkor is tulajdonképpen, amikor értelmező, megértő erőfeszítéseket teszünk, akkor olyan szerűen zajlik ez, mint hogyha dialogikus lenne, tehát mindig a másik fél az mindig partnerként jelenik meg, és partnerként vesz részt ebben. A filozófiai hermeneutikának szintén az alap problémája az abban áll, hogy a különbséget, mint különbséget érvényesíteni. Tehát megtanuljunk együtt élni a különbséggel, tudomásul véve azt a természetes tényt, hogy nem vagyunk egyformák, különbözőek vagyunk, és tulajdonképpen egymás különbségét erősítve válunk ténylegesen teljesebbekké, mint emberek, és válunk olyan partnerekké egymás számára, hogy csak ugyan hatékonyan tudjunk együttműködni. Tehát a hermeneutika semmiféle egyenlőséget, vagy egyenlősítést, vagy homogenizálást, vagy egyformaságot egymás helyébe, vagy egymás lelki állapotáról belehelyezkedést, vagy ilyesmit nem feltételez. Pontosan arról van szó, hogy ki a maga saját autonóm, szabad személyiségét, ugye, úgy bontakoztassa ki, és úgy élje meg az ehhez szükséges képességeket, ugye, úgy élje meg, hogy a maga különbözőségében tudjon kiteljesedni. A legutóbbi kötete az a kultúra hermeneutikájáról szól, és akkor egy picit vetítsük rá ezt a szemléletmódot a filozófia és a kultúra közötti kapcsolatra, kölcsönhatásra. Igen, a filozófiának és a kultúrának az egymáshoz való viszonya az egy nagyon komplikált kérdéskör, és hosszú hagyományra nyúlik vissza. Itt most nem tudunk ennek a részleteibe belemenni. Viszont van a hermeneutika szempontjából egy olyan sajátos vonatkozás, ami engem mindig is foglalkoztatott, keresve azt a módot, hogy a hagyományos kultúrfilozófiai és más jellegű megközelítéseken túl hogyan lehet a hermeneutika felől közelíteni
a kultúrához. Tulajdonképpen két vonatkozásban merül fel a kultúrának és a hermeneutikának a lényegi kapcsolata. Az egyik a hermeneutika képzés fogalma köré épül, mivel hogy a képzés az olyasmi, ami az ember képességeinek a kibontakoztatását, kifejlesztését az emberi lénynek egész teljes személyiségé válását feltételezi. Na most fokozatosan jöttem rá arra, hogy tulajdonképpen a kultúra is lényege szerint, ugye, hogyha hermeneutikai szempontból nézem, akkor tulajdonképpen egy ilyen képzési folyamat és képződési folyamat az értelemképződéseknek a különféle történelmi szituációkban zajló folyamata, amelyben az ott és akkor élő emberekben részt vesznek. Tehát a képzés és a kultúra kapcsolata valamiféle lényegi, organikus kapcsolat. Ez az egyik. A másik, ami ugye nagyon sokat foglalkoztatott és foglalkoztat, ugye az, hogy a mai kulturális jelenségek esetében és a mai tapasztalatainkra jellemző kulturális szituációkban ugye egyre inkább ugye azzal találjuk magunkat szemben, hogy különböző kultúrák, különféle sajátos kultúrák találkoznak egymással. Ugye egyre erőteljesebben előtérbe kerül a kulturális másság kérdése, a kulturális identitásnak a problémája, a kulturális idegenségnek a kérdése, és így tovább. Na most az angol száz gondolkodásban van egy nagyon erőteljes, domináns vonalat, amely ezt az egész kérdéskört valamiképpen mindig a multikulturalizmus irányából meglehetősen leegyszerűsítve intézi el, ugye arra a gondolatra, arra az alaptételre vonatkoztatva, hogy a különféle kultúrák miként hogyan képesek, vagy tudnak egymás mellett élni, egymás mellett meglenni, és így tovább. Most a filozófiai hermeneutika nyit egy nagyon lényeges kritikai perspektívát ezzel szemben, ugye, ami a kultúrák közöttiségét helyezi előtérbe. Az, hogy a különféle kultúrák ahogyan találkoznak egymással, képződik egy olyan köztestér, egy olyan közösség vagy közöttiség, ugye, amelyben a különféle kulturális hatás összefüggések érvényesülnek. Na most hermeneutikai szempontból ez az érvényes, ez az izgalmas. Hogyan történik az értelemképződés ezeknek a hatás összefüggéseknek az erőterében? Olyan közös kulturális értelemképződés, ami olyan közös új kulturális tapasztalatokat eredményez, melyek igazából nem vezethetők vissza egyik kultúrának a sajátosságaira sem. Mindegyik kultúra részt vehet ebben, amelyek egymással kölcsönhatásba kerülnek, és ugyanakkor résztvevőként gyarapodik is ebből a közös tapasztalatból. Ami miatt én a hermeneutikai kultúra fogalmat interkultúrának kereszteltem el, célozva az interkulturalitásra is, ami sokkal közelebb visz ehhez a kérdéshez, mint a multikulturalitás. Igen, mint az egymás mellettiség. Igen, de az interkulturalitásnál is több, amiről itt szó van, egy tovább lépés az interkultúra problémája, mert egy olyan átfogó kulturális identitás képződést, amire szinte azt mondja, hogy egyfajta interkulturális identitás képződést eredményező folyamatokról van szó, amelyek a konkrét egyedi kulturális sajátosságokon túl mutatnak, vagy ezeknek az egyoldalúságain túlvisznek, túlmutatnak. A hermeneutika oktatását ön kezdeményezte a Bábes-Bolyai Tudományegyetem filozófia karán, tankönyveket is írt román és magyar nyelven, és román és magyar nyelven tanítja is ezt a tárgyat. Én azt szeretném kérdezni, hogy az elmúlt évtizedek során azért hogy igyekeztek úgy alakítani ezt a szakképzést, hogy megfeleljen az újabb és újabb kihívásoknak?
magyar nyelvű filozófiai képzés felelősekként majdnem két évtizeden keresztül, ugye én azon dolgoztam, a kollégáimmal együtt azon dolgoztunk, ugye, hogy önállósítsuk a magyar filozófiai képzést, tehát saját tantervet hozzunk létre, utána a magyar nyelvű alapképzést, és 2000-től az ugyancsak általam kigondolt és beintott magyar nyelvű filozófiai mesterképzést, kultúra és hermeneutika című mesterképzőt, ne csak önállósítsuk, hanem sikerül akkreditáltatni is, úgy, mint önálló képzési folyamatot, amit aztán később a doktori képzésre is sikerült kiterjeszteni. Tehát mai nap tulajdonképpen alapképzésben, mesterképzésben, doktori szinten is lehetséges magyar nyelven, filozófiával foglalkozni. Ami a magát a filozófiai képzésnek a látogatottságát illeti, hát ezzel kapcsolatban vannak nyilván gondjaink, problémáink. Az elején népes évfolyamok voltak hosszú időn keresztül, viszont ahogyan fokozatosan beindultak különböző szakok, szociológia, pszichológia, antropológia, kommunikáció, tudomány és így tovább, ezek egyre inkább elszívták a lehetséges jelöltjeinket, hallgatóinkat, és a Bologna folyamatnak a beindítása az nagyon hátrányosan érintette a filozófiai képzést. A különféle pénzügyi megszorítások megint csak meglehetősen hátrányosan érintik. Nagyon fontos a társadalomban, hogy mindent áthat. Pont ez, igen. Ha csak a hermeneutikai megközelítésre igen. gondolok, tehát hogy a megértés, a nyitottság, a megismerés vágya, hogy ez úgy minden, az élet minden területét áthatná. Igen, igen, de ez egy olyan kérdéskör, ami tulajdonképpen a filozófiának a presztízsét érinti, a filozófia iránti érdeklődést, a filozófia elfogadottságát a társadalmi és kulturális környezetben. A mi válaszunk erre az, hogy igen, a filozófiai szempontnak az érvényesítése, társítása különféle más szakmai képzettséggel, az egy olyan töbletet jelent, amely invenciózus és produktív gondolkodást eredményez, hisz a filozófiai szempont mindig egy másik oldaláról is meg tudja világítani azt a problémát, amit a szakember vizsgál, vagy megoldani akar. Ugye. Kritikai tehát, gondolkodás, vagy csak erre gondolunk. Egy kritikai gondolkodás is, de még a kritikai gondolkodáson túl is egyszerűen az filozófiai közhely, hogy az igazságnak mindig két vagy több oldala van, ugye? Tehát mindig van egy másik oldala is, mint ami éppen konkrétan, közvetlenül szakmailag feltűnik. És hogyha itt is a másság problémája, hogyha a másság és az ezzel járó különbözőségnek az elve bekapcsolódik a gondolkodásba, akkor ez megtermékenyítő. Ez egy újszerű gondolatot tud eredményezni, egy másfajta megértést, mint ahogyan az addig volt. Ugye? Tehát ez tulajdonképpen az újításnak a kulcsa. Na most ez igazából úgy lenne érvényesíthető, hogyha a filozófiai képzést, a filozófiai szakot lehetne társítani más szakokkal. Ezt idáig a törvényi keretek akadályozták, nem tették lehetővé. Most az új tanügyi törvény nyit egy lehetőséget a kettős képzés számára, de egyelőre nagyon nehézkesen indul be ez a folyamat. Sajnos az az igazság, hogy a saját kultúránk, a magyar kultúra is, azon belül az erdélyi kisebbségi magyar kultúránk is e tekintetben eléggé hiányos. Ugye, hogyha összehasonlítjuk a franciával, vagy a némettel, vagy akár a románnal is, ugye,
mindegyikben azt találjuk, hogy a filozófiának sokkal nagyobb, nem csak hogy nagyobb becsülete van, de hát a filozófia sokkal jobban kifejti a maga hatását, sokkal jobban jelen van és kifejti a maga hatását ez a kultúrában. Ez miért magyarázható? Különféle kulturális hagyományok alakulnak ki, vagy alakultak ki különböző módon. Ugye ilyenkor az arra szoktak hivatkozni, hogy a magyar kultúrát általában inkább irodalomcentrizmus jellemzi. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a kultúrához tartozó különféle szellemi szakterületeknek a képviselői érvényesítenek-e filozófiai szempontot is akkor, amikor a saját szakkérdéseikkel foglalkoznak, vagy nem. Úgynevezett magyar filozófiai kultúra az csak nagyon szűk keretek, szűk szakmai körök, társaságok szellemi életében lelhető fel. A filozófia lényege szerint a gondolkodás művelése. Maga ez a művelt gondolkodás, ami komoly erőfeszítéseket és különféle szövegekkel való munkálkodást igényel. Ugye egyre inkább háttérbe szorul, egyre inkább kiszorul a mindennapi életnek és a köznapi tudatnak az erőteréből. Ugye. Főleg a média körében ugye, forgalmazott tevékenységek, a képeknek a dömpingje, ugye, ahogyan elárasztják az életünket, ugye, az influencereknek a forgalmazása, ugye, a különféle, azért is hoztam szóval a médiát, a különféle ilyen-olyan tanácsadások, ugye, amelyek... Készen kapjuk gondolatokat. Igen, legyártott gondolatokat, mintákat, tanácsokat, szempontokat, és így tovább. Tehát egy olyan szellemi állapot képződik, így módon, amiben egyáltalán az embernek a szabad belegondolása azokba a kérdésekbe, azokba a problémákba, amelyekkel találkozik. Szinte ellehetetlenül. Tehát egyre inkább kiküszöbölődik, hogy mondjam úgy, a saját fejnek a használata. Hogy abba a helyzetbe kerül az ember, hogy erőfeszítést tegyen, hogy a saját fejével gondoljon végig. Ugye, pedig nagy szükségünk lenne rá jelen helyzetben, amikor világjárványt követnek, háborúk, a bizonytalanság jellemzi a mai világot, a kilátástalanság, a káosz. Ilyenkor milyen fogodzóink lehetnek, hogyha mégis el akarjuk dönteni, mi történik körülöttünk a világban? Az embernek az egyedüli, biztos, stabil fogodzója az csak az lehet, hogy saját szellemi és lelki erejére hagyatkozzon, saját gondolati erőfeszítéseire, ugye, logikus, értelmes, racionális belátásaira, ugye, és ehhez kapcsolódó választásaira, döntéseire, és arra, hogy ebben próbáljon minél inkább önálló lenni, saját önálló, autonóm személyiségét érvényesíteni minél szabadabban. Tehát próbáljon erőfeszítést tenni arra, hogy egyfajta distanciát, egyfajta távolságot iktasson be, távolságot tartson minden olyan kérdéshez, minden olyan problémához képest, ami a környezetéből, ugye, különböző utakon, módokon, a manipulációs technikákon keresztül, a médiának különféle ugye, bulvár változatain keresztül, és így tovább áramlik feléje és hat rá. Ugye. A hermeneutikának egyik alap vonatkozása pontos ez a távolságnak a produktivitása. A távolságot nem eltüntetni kell, hanem távolságot érvényesíteni. Ugye. Akkor tudok én igazán partner lenni, akkor tudok én igazán belegondolni, értelmezőleg és megértőleg belegondolni az adott szituációban, hogyha
meg tudom nyitni azt a distanciát és azt a perspektívát, ahonnan belátható a dolog vagy a probléma a maga lényege szerint. Ez az, amit mindig eltöröl a közvetlen azonosulás vagy hasonulás. Amikor csak annyit csak arra figyelek, hogy a másik mit mond, vagy a másik mit gondol. De azt el is fogadom, saját, és nem gondolom tovább. Nem gondolom tovább, és a saját gondolatomat nem tudom vele szembesíteni, és kapcsolatba, hatás, összefüggésbe hozni, mert nem tudom magamat leválasztani róla. Tehát a hermeneutikai szituáció pontosan ezt az eltávolítást igényli, és még valamit, éppen egy mondani, hogy az időzést, a nála való időzést, az, hogyha én egy problémával foglalkozom, az kéri a maga idejét, hogy elmélyök benne, és végiggondoljam, tisztába tegyem magam számára, ezt a nála létet és a nála való időzést, ezt a magamnak átengedését, problémának, ugye, ez hermeneutikai szempont nagyon lényeges. Ne gondoljam magam mindentudónak, ne gondoljam magam az igazság letéteményesének, ne higgyem azt, hogy én már úgy is tudom, nekem mindig kész igazságaim vannak. Hagyjam a különféle eddigi tapasztalataimat, véleményeimet, ítéleteimet játékba jönni. Játékba hozni az új probléma által, és át, oda figyelve, átengedve magam a probléma hatásainak. Ugye, legyen annyi késztetettségem, hogy vizsgáljam mindig felül a magam vélekedéseit, az addigi elgondolásait is. Ugye. Ez a kereső, kutató hozzáállás, és nyilván kritikai és reflexív hozzáállás, ugye, hogyha hermeneutikára veszem, ez a lényeges. Megemlítettem már korábban is, hogy nagyon sokrétű a tevékenysége oktatásszervezőként, kutatóként, kutatóközpont vezetőként, doktori iskola vezetőként is dolgozott, kiadót vezet, számos tanulmánykötet, szakkönyv szerzője. Így átfogva egy picit, mit emel neki ebből a nagy halmazból? Vagy mi az, amire a legbüszkébb az eddigi megvalósításaiból? Hát nyilván egyrészt a hermeneutikai kérdések elméletiségkor mindig is foglalkoztattak, amióta megismerkedtem velük, és oly módon, hogy a magam számára próbáltam szintén a hermeneutikát hermeneutikára alkalmazva, ugye értelmező, megértő módon felfejteni, feltárni, felfejteni, kifejteni ugye az alapvető kérdéseket. Ilyen téren számos tanulmányt írtam, ezeket kötetekbe összegyűjtöttem. Számomra a hermeneutika gyakorlati filozófiaként is érvényesül, mint ahogy lényege szerint is a filozófiai hermeneutika gyakorlati filozófia, ami azt jelenti, hogy számos alkalmazott filozófiai nyitása lehetséges. Tehát én magam is már elejétől kezdve, amikor a doktori dolgozatomat írtam, akkor arra törekedtem, hogy a nemzedékváltás kérdéseit a kultúrában hermeneutikára közelítsem meg, és eljussak egy olyan értelmező modellhez, ugye, amit konkrét kulturális tapasztalatok vizsgálatában a nemzedékiségi tekintetében hasznosíthatok, akkor a kisebbség filozófiai kutatásaim során ugye, nagyon fontos volt számomra, hogy szembenézzek hermeneutikai szempontokat alkalmazva ugye, a két világháború közötti nagy kérdéskörrel, ami az erdélyi magyar értelmiségnek a tudattát és önértelmezési gyakorlatát ugye nagyon befolyásolta. Ezen túlmenően számos tanulmányomat összegyűjtöttem különféle kötetekben, amelyek a nyelvnek a hermeneutikai kérdéseivel foglalkoznak, a kommunikációnak a hermeneutikai kérdéseivel foglalkoztak. Hosszú időn keresztül, két évtizeden keresztül évről évre részt vett a Magyar Filozófiai Társaság által szervezett Lábjegyzetek Platóns című konferencia sorozaton Szegeden,
azokat az előadásaimat, az eddigieket, mert ez még folytatódik, de az eddigieket sikerült összegyűjtenem egy kötetbe. A bűnnek, a barátságnak, az igazságosságnak, a lelkiismeretnek, a szabadságnak, az identitásnak, az emlékezetnek, és így tovább a kérdései sorolhatnám. A doktoranduszaimnak a kutatásai ezt lényegesen kiegészítik. Tehát igyekeztem mindig a doktori kutatásokat úgy szervezni, hogy közben projekteket indítottam el. Hermeneutika és alkalmazott filozófiai kutatási projekt sorozatot, amelyel középpontba állítottam mindig alapvető hermeneutikai kérdéseket. Ezekből született doktorandusz tanulmányokból közös köteteket szerkesztettünk, és így tovább. Ezekből van egy egész sorozat. Tanár úr nyugdíjba vonult, de még tart órákat az egyetemen. Igen. Tanít román nyelven és magyar nyelven is. Mi az, ami még kitölti, és ezután is ki fogja tölteni a szakmai tevékenységét és a szabad idejét is? Nyugodtan mondhatom azt, hogy én az életem folyamán soha egy percet sem unatkoztam, most sem. Unatkozom. Úgy tűnik, hogy igen. Tehát ez, egyrészt vannak adósságaim. Tehát sok olyan megírni való és szerkeszteni való, ami már meg kellett volna, hogy történjen, de mindig a sorrendek, a jelentőségek, a fontosság és így tovább, azok mindig valahol újra szervezik, újra alakítják ezt a rendszert, de én általában nem szeretek végérvényesen félbehagyni dolgokat, úgyhogy ami elmarad is, azt előbb-utóbb igyekszem megcsinálni. Nyilván vannak terveim is. A filozófiai kutatásaim és elgondolásaim szempontjából van néhány olyan kérdés számomra, amelyekkel ezután szeretnék foglalkozni. Keresve, várva azt a csendesebb, nyugodtabb időszakot és élet lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik az elmélyülést a bizonyos filozófiai kérdéseknek a végiggondolásában. A filozófia az olyan természetű foglalatoskodás, hogy nem kimondottan csak az íróasztal mellett a laptoppal szemben, vagy pedig papírral és ceruzával a kézben, hanem még akár mosogatás közben is nagyon jól működik, hisz a gondolatok formálódnak az ember fejében. Már nem is kérdezem a szabadidő töltéséről. Így végezetül, hogy mit mondana arra, hogy mi határozta meg a szakmai hitvallását Veres Károlynak, és esetleg ebből mi az, amit tovább szeretne adni a diákjainak? Hát én azt hiszem, hogy amit eddigiekben is elmondtam, abból nagyjából kiderült az, hogy számomra, és ez elejétől kezdve valahogy ilyen formán alakult, annak idején, mikor az egyetemre jöttem, és az egyetemen többi kollégákkal is összekerültünk, akkor közösen is vallottuk azt, hogy a filozófiát szabad alkotó módon művelni. Tehát túl azon, hogy az ember a filozófiát alárendelje valamilyen ideológiai szempontnak, vagy más szakmai megkötéseknek, az önálló szabad gondolkodás kerüljön a maga helyére, a maga célja és értelmei szerint valósuljon meg. Ugye ez volt a mi fő törekvésünk, és ez bennem azóta is megőrződött, mint ahogyan általában azoknak a kollégáimnak az életében is, akikkel ezt annak idején vallottuk és elintottuk a magunk életében. Tehát egyszerűen hitvallásként ennyit tudok mondani, hogy merj szabadon a saját fejed szerint újszerűen gondolkozni. Ez a filozófia művelésének,
mint ahogyan mondtam, mint a művelt és egyáltalán az egyetemes emberi gondolkodási hagyományt bekapcsoló és működtető tevékenységnek a gyakorlásához szükséges. Enélkül nem megy. Enélkül a filozófia, ismeretanyag, műveltség, kultúra, sok minden ilyesmi, de egy dolog a filozófiát tudni, és a filozófiát tudni, és egy más dolog a filozófiát művelni is. Professzor úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt ebben a műsorban. Én is köszönöm a meghívást.